Dr. Wayne W. Dyer Beteljesült kívánságok A teremtés művészetének magas iskolája Minden dolgok teremtőjének És annak, aki a vagyok, aki vagyok Mit gondolsz, kié vagy? A halálé, válaszoltam, de aztán meghallottam a választ. Nem a halálé, hanem a szereteté. Elizabeth Barrett Browning A kezdet olyan élettapasztalatai megosztásával kezdem ezt a könyvet, amelyek a beteljesült kívánságok lényegi üzeneteit hangsúlyozzák. A könyv írása közben az együtt hatás és a szinkronicitás izgalmas és ígéretes elemeit hordozó eseményekben volt részem. Megosztom, hogy véleményem szerint mi az a program, amely garantálja, hogy az életünkben bármit megteremthetünk mindaddig, amíg a vágyunk összhangban áll a létezésünk forrásával. Olyan szerencsés voltam, hogy a kézirat elkészítésének ideje alatt az életemben közvetlenül is tapasztalhattam a folyamat működését. Ezért is döntöttem úgy, hogy személyes módon mesélek egy csodás jelenségekről. Földi utam nyolcadik évtizedébe lépve visszatekintettem az életemet leginkább meghatározó hatásokra, amelyek látszólag csak úgy felbukkantak. Ebből a távolságból nézve úgy látom, eltérítettek a korai éveimre jellemző ego vezérelt iránytól. Amikor annak idején a kivételes jelek, történések vagy emberek testet öltöttek, képtelen voltam, ahogy a legtöbben képtelenek vagyunk, tágabb perspektívából tekinteni rájuk. A mostani nézőpontomból azonban, miközben arról írok, hogy spirituális szempontból miként tölthetjük meg az életünket beteljesült kívánságokkal, ezeket az eseményeket lenyűgözően inspiráló és nagyon is jelentőségteljes képpé összeálló puzzle daraboknak látom. Szent Ferenc Az egyik személy, aki felbukkant az életemben, a 13. században élt és Assisi Szent Ferencként ismerjük. Mivel kisgyermekkoromban egyik nevelő otthonból a másikba vándoroltam, nem mondhatnám, hogy valamilyen különleges vallásos hídben nevelkedtem volna. Nem ismertem a katolicizmust, és soha nem kerültem kapcsolatba a szentekkel és a tanításaikkal. Ám ez az inspirálóan Krisztus tudatú életet élt szerzetes, valami rejtélyes, mára már kevésbé rejtélyes oknál fogva, egyik lett az életutamat keresztező legcsodálatosabb és legmeghatározóbb személyeknek. Először akkor jelent meg az életemben, amikor úgy 25 évvel ezelőtt az egyik előadásom után valakitől megkaptam Szent Ferenc imájának teljes szövegét. Az ima üzenetei mély hatással voltak rám, és az is nagyon tetszett, ahogyan eljutott hozzám. Ezért kitettem a szöveget a gyermekeim szobáihoz vezető folyosó falára. Abban a tíz évben, amíg a falom volt, vagy tízezerszer sétáltam el az ima mellett. Gyakran megálltam, hogy elolvassam, és a szavain elgondolkodjak. Hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik, és hogy fényt vigyek oda, ahol sötétség van. Sokkal inkább technikának tűnt, mint imának. Tetszett a gondolat, hogy a gyűlölet szeretetté növezhető, és a sötétség megvilágítható. Nem úgy, hogy Istentől kérjük, hogy tegye meg, hanem úgy, hogy magunk válunk szeretetté és fényé. Azt az üzenetet hordozza, hogy nekünk emberi lényeknek megvan az a képességünk, hogy önmagunk megváltoztatásával szó szerint megváltsuk a fájdalmat és a szenvedést. Élvezettel gondolkodtam ezen. Visszatekintve úgy látom, akkoriban még nem álltam készen arra, hogy Szent Ferenc üzenete szerint éljek, vagy akár írni tudjak róla úgy, ahogy ebben a könyvben teszem. Francesco di Pietro di Brenadone mégis belépett az életembe, és az évek múlásával a hatása lassan átjárt. A 90-es években úgy éreztem, el kell mennem Assisibe, és amikor odaértem, valami megmagyarázhatatlan módon otthon éreztem magam. Jártam a mezőkön, ahol Ferenc is járt. Meditáltam a kápolnában, ahol imádkozott. Áltam a sírjánál megbabonázva attól, hogy a testemben azt éreztem, egy vagyok ezzel a születésem előtt 800 évvel élt emberrel. Elkezdtem olvasni róla, és mérhetetlenül megindított az izzó vágya, amelyel a karmája beteljesítésére törekedett, és az elszántsága, amelyel nem hagyta eltéríteni magát az álmaitól. Magam is belső hívást éreztem arra a munkára, amelyet évek óta végzek. Nekem is voltak olyan időszakaim, amikor valami letérített az utamról, hogy aztán egy belső hang mindig visszavezessen, és a saját isteni küldetésem szerint éljek és írjak. Úgy egy évtizeddel ezelőtt tudtam, hogy írok majd egy könyvet. Megoldás minden helyzetből van kiút címmel, de nem tudtam, hogyan is fogjak hozzá mély meditációban világosan hallottam egy hangot, amely azt mondta. Szent Ferenc imájából indulj ki, ami a faladon függ. A világosságnak és a tisztánlátásnak ebben a pillanatában magam előtt láttam a kézkönyvet. Nem volt más dolgom, mint hagyni magam a béke eszközévé válni. Visszatértem Assisibe, és újabb csodás dolgokat tapasztaltam. A gyógyulás, amelyben részem volt, máig titokzatos, mind a magam, mint az orvos barátaim számára. Egy gyógyulás történetét és a Szent Ferenccel kapcsolatos gondolataimat a Shift Váltás című filmemben osztottam meg. A 13. századi szerzetes ismét átalakította az életemet azzal, hogy megjelent és megmutatta, bármi lehetséges, ha Istenné vált nézőpontból élünk. Miután részletes jegyzeteket készítettem az Assisi tett második látogatásomról, erőlködés nélkül haladtam a könyv írásával ráadásul a megoldás, minden helyzetből van kiút című könyv, lényegi üzeneteiből televíziós műsor is készült. Így az életet átalakító, mély igazságok megírására érzett hívás milliók otthonába juttatta el Szent Ferenc tanításait. Néhány éve elolvastam korunk egyik legnagyobb írója, Nikos Kazantzakis, Assisi Szent Ferenc életéről írt regényét. Ma is rendszeresen beleolvasok, ez a csodás könyv a könnyekig meghat, és a tartalmával a tudatosság magasabb szintjeire vezet. Úgy egy éve mély meditációban erős hívást éreztem, hogy csoportot vezessek Európa három spirituális városába, a franciaországi Lurdba, a bosznia-hercegovinai Medugorjéba és természetesen az olaszországi asiszibe. A csodák megtapasztalása néven indított utazáshoz 162-en csatlakoztak a világ minden tájáról, hogy végiglátogassuk azokat a helyeket, ahol a 13., 19. és 20. században valódi csodák történtek. Mindhárom helyszínen kétórás órás előadást tartottam. Assisi beérkezésünk estéjén arról beszéltem, hogy valóra váltottuk Szent Ferenc látomását. Az ő célja az volt, hogy elhozza a Krisztus tudatosságot egy egyházi közösségé, egy várossá és egy országgá téve ezzel az egész világot. Az utazáson résztvevők a világ minden tájáról érkeztek, és a tizenévestől az aggastjánig minden korosztályt képviseltek. A különböző foglalkozású és vallási meggyőződésű embereket ugyanaz a cél vezérelte, hogy hozzájárulásukkal a világot olyan emberek népesítsék be, akik a béke eszközeivé akarnak válni, és hogy a legmélyebb vágyaik beteljesítésével meg is teremtsék ezt a világot. Az Assisi-ben töltött második napon, ebben az isteni városban tett harmadik látogatásomon, a 162 ember egy évszázadokkal ezelőtt Szent Ferenc és a Ferences rend megalapításának idején épült régi templomban gyűlt össze. Miközben az előadásomat tartottam ebben a szent épületben, olyasmi történt velem, amit a közel négy évtizedes előadó pályafutásom során nem tapasztaltam. Valami elárasztotta a testemet, és nem jött szó a számra. Éppen Kazincaki Szent Ferencéből olvastam fel, és a végére érve egyszerűen lefagytam. A testem lebénult, és heves zokogás tört fel belőlem. A hallgatóság egyemberként emberként állt fel, és néma csendben kinyújtották felém a kezüket. Mindenki tisztában volt azzal, hogy valami érzékelésen túli dolog történik. Az utat filmre vették benne az előadásaimat is, és a Hay House által kiadott Experiencing the Miraculous Csodák megtapasztalása című négy DVD-n bárki, aki kíváncsi rá, megnézheti. Több kép is készült rólam, amint a templomban egy Jézus arckép alatt állok, és egyet a kép mellékletbe is betettem, hogy láthassd azt a hatalmas fénygömböt, amely ezen az átütő előadáson az Assisi Szent Templomban megjelent. Teljes bizonyossággal csak annyit állíthatok, hogy ismét Szent Ferenc erejét éreztem a testemben. Nem csak a szavaim keresztül vagy körülöttem, hanem magamban éreztem őt, mintha ő én lettem volna, miközben annak a katalizáló csoportá vált 162 embernek beszéltem. Azzal a célral gyűltek össze, hogy a kollektív dármát beteljesítsék, ami eredetileg az én képzeletemben jelent meg, most azonban a világ javát szolgáló cselekvő erővé változott. Ha visszatekintek azokra az eseményekre, amelyeket Szent Ferenc hozott el az életembe, Világosan látom, hogy akkor és ott még nem ismertem fel a jelentőségüket, csak tettem, amit éreztem, hogy tennem kell. Szent Ferenc nem a spirituális ébredésre buzdító alkalmi üzenetet hordozott, hanem belépett az életembe, és megváltoztatta annak akkori irányát. Bennem élt. Most egy időre megválok Szent Ferenctől, hogy egy másik olyan megvilágosodott lényről beszéljek, aki úgy hat éve jelent meg az életemben. Laoce. 2005-ben újra kapcsolatba kerültem az ősi spirituális szöveggel, a Tao Te Kinggel, amelyet 2500 éve vetett papírra Laoce kínai mester. Vannak, akik ezt a 81 rövid verset tartalmazó könyvecskét a valaha írt legbölcsebb könyvnek tartják. Felületesen ugyan ismertem a tao és tudtam, hogy tanítása fontos az életemben. Mégis 65 évesen jutottam el oda, hogy nem tudtam abbahagyni az olvasását és megérkeztek hozzám a szokásosan az út és erény könyveként fordított Tao Te King üzenetei. Ismertem a leggyakrabban idézett passzusokat, sőt némelyiket használtam is a korábban kiadott könyveimben, 2005-ben azonban valami rejtélyes okból naponta megtaláltak az üzenetei. Az egyik két étlapján Tao idézeteket olvastam. Ezeket hallottam a tévéműsorokban, egy könyvesboltban a saját könyvem mellett találtam egy fordítását, amit valaki rossz helyre tett vissza. Egy közeli barátom arról mesélt, hogyan lett taoista, és mekkora belső békét hozott ez neki. Aztán valaki, akit nem is ismertem, mind a 81 verset tartalmazó képet küldött nekem, amelyen az ökör hátán ülő Lao Tse is megszólalásig élethűen volt ábrázolva. Egy reggeli mély meditációban erős sugallatot éreztem, hogy végigolvassam a teljes Tao Tekinget. Így is tettem. Egész nap olvastam. Este azzal hívtam fel a kiadómat, hogy mind a 81 versről írnék egy rövid eszét, amelyek arról szólnának, miként alkalmazható Laoce bölcsessége a modern világban. A címe pedig az lenne Change your thoughts, change your life. Változtasd meg a gondolataidat, és vele az életed. Ettől a perctől kezdve ugyanazt a belső kapcsolódást éreztem Tse-vel, mint egy évtizeddel korábban Szent Ferenccel. Minden reggeli meditációmban hallottam, ahogyan beszél hozzám. A heyhouseradio.com-on közvetített heti rádióműsoromban is beszéltem erről, amikor egy Magali nevű festőnő élőadásban felhívott, és elmesélte, hogy látomásként megjelent előtte Lao Tse, akit azonnal, egyfajta önkívületben meg is festett. Felajánlotta, hogy elküldi nekem a képet, és másnapra meg is érkezett. 2006-ban lényegében egész évben ezzel a képpel beszélgettem. Hetente négy és fél napot töltöttem azzal, hogy a Tao Te Ching verseit tanulmányoztam, meditáltam, értelmeztem és elemeztem a sorokat. Fél napig pedig, miután Lao Tse képe előtt meditáltam, egyszerűen csak papírra vetettem, ami bennem volt. A teljes évet azzal töltöttem, hogy Lao Tse-vel kommunikáltam. Bámultam a képét, éreztem, hogy a tekintetével minden mozdulatomat követi, miközben dolgozom, és legfőképpen hallgattam őt, és hagytam, hogy a szavai a szívemen átfolyva papírra kerüljenek. Ez az év megváltoztatta az életemet. A valódi alázat, a misztériumban élés, a megelégedettség, az egyszerűség és a nyugalom lényegi üzeneteit gyakoroltam és éltem át. Rájöttem, hogy Istent nem a vallásokban, hanem a természetben találom meg. Laoce állandó kísérőmmé vált. A Tao Te King pedig velem együtt milliókat vezetett meg világosodottabb élethez. A PBS, Public Broadcasting Service jó voltából, lehetőséget kaptam arra, hogy Laoce ősi üzeneteinek lényegét megosszam televíziós műsorban is, amelyet aztán több ezer alkalommal, sokszor főműsoridőben is sugároztak az Egyesült Államokban és Kanadában. Csak a láthatatlan Tao és az isteni elme számára kifürkészhető, titokzatos módon annak az eszközévé váltam, hogy a Lao Tse távozása után az legyek, aki nagyhatású üzeneteit rengeteg emberrel megosztja a világ 25 országában. Szent Ferenc és Lao Tse személyükkel és tanításaikkal továbbra is nagy hatással vannak az életemre. És nem csak azért, mert jelentős spirituális tanítóim, hanem azért is, mert megjelenésük az életemben sok ember életére is hatással volt, beleértve téged is, aki ezt a könyvet olvasod. Brenda levele Miközben arra készültem, hogy a beteljesült kívánságok bevezetőjét megírjam, kaptam egy levelet. Nyitott szellemmel olvast, és majd elmondom, mit jelenthet számodra itt a könyvelején. Kedves dr. Wayne, csodák történnek. Úgy éreztem, meg kell osztanom, ami mostanában történt velem. Mert ön is része annak a csodának, amit tapasztaltam. Néhány hónapja hallottam a csodák megtapasztalása túráról, és azonnal tudtam, hogy ott a helyem. Nagy változáson mentem keresztül, ezért az életem elég bonyolult éppen. Úgyhogy már ahhoz is csodára lett volna szükségem, hogy eljussak Európába. Minden esetre nyitott voltam mindenre. Hangosan kimondtam a szándékomat. Arra vágyom, hogy megtapasztaljam a csodát Dr. Vénnel a többit pedig ráhagytam Istenre. Teltek a hónapok, az életem csak lassan változott, így még mindig nem jelentkeztem az utazásra. Nem adtam fel a hitet, és tudtam, hogy csodát tapasztalok majd önnel, akkor is, ha a valóság egyfolytában azt jelezte, hogy alig ha. Április elején a 14 éves Emily lányommal Kelowába, Kanadába, Brit-Kolumbiába kellett utaznom egy énekfesztiválra. Ez nyolc órás autóút az otthonunktól, a lányom azonban rajong az operáért, és Keloában lehetősége nyílt arra, hogy komoly szakemberekkel dolgozzon, így szívesen vállaltam a dolgot. A szüleim is arra felé élnek, ezért értesítettem őket, hogy jövünk. Pár percet beszéltem az anyukámmal, hogy elmondjam, mikor érkezünk, majd valami másról is szó esett, amikor azt hallottam, hogy az apám dörmög valamit a háttérben. Anyám közvetített. Apád azt mondja, kedves te dr. Wayne Dyer, lesz, ha látni szeretnéd. Miután összeszedtem magam, és a telefont a földről, megkérdeztem apámat, elkísérne, és az interneten azonnal megvettem a jegyeket. Mondanom sem kell, hogy teljesen felvillanyozottam, hiszen Isten volt olyan kedves, hogy önt hozta el hozzám, ahelyett, hogy engem vitt volna Európába. Az előadás estéjén izgatottan és kíváncsian ültem a tizennegyedik sorban. Amikor ön feljött a színpadra és beszélni kezdett, valami furcsa dolog történt. Ilyesmi korábban csak egyszer fordult elő velem. Miközben egy fiú az Ave Mariát énekelte, hatalmas fénykör jelent meg körülötte. Először azt hittem, nem van, de aztán észrevettem, hogy a fény csak a fiút veszi körül. Ugyanezt a fényt láttam ön körül is. Akármerre mozdult a színpadon, a fény követte önt, és csak önt. Először azt hittem, a színpadvilágítás, vagy a különleges atmoszféra miatt van, de az Önt bemutató hölgy körül nem volt fény. Aztán valami még furcsább történt. Amikor Ön Szent Ferencről kezdett beszélni, a szemem láttára átalakult. A teste hosszú ruhában volt, és az arcvonásai is megváltoztak, mintha Ön lett volna Szent Ferenc. Mindez csak egy pillanatig tartott, de rendkívül erőteljes, érzelmes és nagyon-nagyon valóságos volt de történt ennél még furcsább is. Amikor Laocéről beszélt, Laocévé változott. Hosszú, hátigérő hajfonatot láttam, és ő Laocévé változott. Most is csak egy pillanatig tartott, de amíg élek, emlékezni fogok rá. A szünetben apám kiment a társalgóba, én pedig felálltam, hogy kinyújtóztassam magam, és felszárítsam a könnyeimet, amikor egy meleg kéz megfogta a kezemet. Egy idős hölgy volt az, gyönyörű mosolyjal, és azt akarta, hogy üljek vissza mellé. Leültem, ő pedig mélyen a szemembe nézett. Azt mondta, egész idő alatt engem figyelt, mert végig fényen ragyogtam, mint egy angyal. Teljesen átjárt a tekintete, és úgy éreztem, ismerem őt, a ragyogó zöld szemeit már láttam valahol. Beszélgettünk, és egyszerre mondtuk ki ugyanazokat a gondolatokat. Ilyesmiket, hogy valamennyien ugyanazok vagyunk, hogy csak a szeretet létezik, és más mélyen spirituális dolgokat. Olyan volt, mint egy álom, és még mielőtt feleszméltem volna, ön újra a színpadon volt, hogy folytassa a varázslatot. Arra gondoltam, hogy szeretnék kapcsolatban maradni a hölgyel, és az előadás után majd elkérem a számát. Mégis az előadás végén eltűnt, amit nem is értettem, hiszen csak két székkel mellettem ült, és nem láttam távozni. Apámmal elindultunk a parkolóba, és beültünk az autóba. Ekkor belenéztem a visszapillantó tükörbe, és azonnal rájöttem, hol láttam korábban azokat a csillogó zöld szemeket. Lehetetlen? Talán, de mégsem. Nincs magyarázatom arra, amit azon az estén tapasztaltam. De minden nap hálát adok, hogy ilyen különleges és szeretetteli módon tapasztalhattam meg a csodát dr. Wayne-nel. Namaste. Brenda Babinski A csillogó zöld szemek utalás számomra nagyon is értelmezhető. Merszölént hét gyermekem anyját jottatja eszembe, és azt, amit elsőszülött fiunk sénszüléséről mesélt. Nagy fájdalmakkal vajúdott a kórházban, de nem akart érzéstelenítést. Egy különlegesen vörös hajú nővér jött oda hozzá, megtörölte a homlokát. Megnyugtatóan és szeretettel mutatta, hogyan lélegezzen és a szülés végéig mellette maradt. Amikor Merszelé másnap a csodásan segítőkész nővérről érdeklődött, hogy köszönetet mondhasson neki, azt a választ kapta, hogy nem dolgozik olyan nővér a kórházban, akire illene a leírás. Angyali kísérő. Talán. Brenda találkozása a kedves idős hölgyel egyúttal a legfelsőbb önmagával való találkozás is volt, amiről a könyv harmadik fejezetében is olvashatsz majd. Brenda levelét azért másoltam a bevezetőbe, hogy érzékelhessd, mi minden lehetséges, ha magunkévá tesszük az érzést, hogy egy kívánság teljesült. Erről majd a hatodik fejezetben szólok. Amikor Brenda levelét elolvastam, először az egóm reagált, és valami ilyesmit mondott. Korábbi életeidben valószínűleg Lao Tse és Szent Ferenc voltál. Miért is ne? Látod, milyen fontos vagy, és milyen fontos az, amit teszel, hogy a világ spirituálisan felébredjen. Aztán telefonon beszéltem a levéről Anita Morjanival, az írónővel Hongkongban, aki gyorsan helyre tette az egómat. Azt mondta, hogy a másik oldalon járva egyetlen dologról bizonyosodott meg tökéletesen. Minden egyszerre történik. Nincs múlt vagy jövő, csak egység van, és csak most. Azt is mondta még, hogy egyre inkább hajlik a gondolatra, hogy amit látunk, azok párhuzamos életek. Ma már tudom, mennyire zavarba ejtő belegondolni, hogy nincs múlt, nincs jövő, nincs lineáris tudatosság. Legfőképpen azért, mert az agyunk, az egyetlen szervünk, amelyel ezt végig gondolhatjuk, egy olyan lineáris testben van, amely egyszer létrejött, egyszer pedig eltűnik majd. Még ha néha álmomban vagy mély meditációban elő is fordul velem, hogy meglátom, az egyidejűleg történés az egyik leghatalmasabb titok marad. Azt ajánlom, olvasd el Anita Dying to be me, meghalok, hogy önmagam lehessek című könyvét, hogy jobban megérthesd, hogyan jutott el a most és az egység belátásáig, miközben megtette belső gyógyító utazását egy halálos betegség árnyékában. A beteljesült kívánságokat olvasva ne feledd, mennyire fontos, hogy képes legyél a testedben érezni, amit megteremteni kívánsz. Különösen figyelj arra, mennyire fontos belül tudni azt, hogy valójában isteni teremtmények vagyunk az anyagi világban itt a földön. A következő oldalakon folyamatosan hangsúlyozom, milyen fontos a képzeleted, hogy beteljesült kívánságokkal teli életet teremts magadnak. A képzeleted azonban a gondolataid által szigorúan ellenőrzött terület. Amint megjelenik a képzeletedben a gondolat, hogy kivé akarsz válni, kezdj úgy élni, mintha már is fizikailag megvalósult volna. Évekkel ezelőtt én is pontosan ezt tettem Szent Ferenc és Laoce tanításaival. Intellektuálisan az ő üzeneteikben éltem, írtam és előadásokat tartottam róluk, értelmeztem és elemeztem őket, mindezt a képzeletemben. Az isteni mesterek tanításait illetően mára túlléptem az intellektuson. Ma már a testemben érzem őket, úgy élem meg az üzeneteiket, mintha ők lennék. Másképpen fogalmazva. Magamévá teszem az érzést, hogy már beteljesült az a kívánságom, hogy ismerem az igazságaikat. Így volt azon az estén is, amikor Vernonban felmentem a színpadra, vagy amikor az előadásom közben Szent Ferenc jelenléte meghatott a Sisi-ben. Ha képes vagy szenvedélyesen érezni azt, amire vágysz, vagy amivé válni szeretnél, mindaddig, amíg a legfelsőbb önmagadhoz, Istenhez igazodsz, megvalósul, amire vágysz, és azzá válsz, amire vágysz. Ezeknek a mély üzeneteknek a tanítása távolról sem intellektuális gyakorlat. Érzem, elképzelem, és valóságként élem meg őket, nem hagyom, hogy bármi is eltérítsen. Brenda Rabinski ezt látta azokban a színpadon felvillanó pillanatokban. A legfontosabb, hogy magamévá teszem az érzést, összeolvadok vele, az összeolvad velem, és megszűnik a kettősség. Ezt jelenti az egyévállást a vágyunkkal. Azon az estén, mikor Brenda eljött meghallgatni engem, ültem a színpadon és dedikáltam. A sportcsarnok tele volt fénygömbökkel, mintha ez is azt akarná megerősíteni, hogy Szent Ferenc és Laoce igazságai egyesülnek amikor ezeknek a spirituális igazságoknak az érzését a lényem legbelsőjében magamévá teszem. Ezek a fénygömbök az Assisi templomban készült képeken is megjelentek, amikor Szent Ferenc jelenlétét éreztem a testemben, azon a helyen állva és beszélve, ahol egykor ő is állt és beszélt. Amikor a hallgatóság azt látta, hogy átalakulok ezek ki a tanítókká, nem hiszem, hogy annak a jele lenne, hogy századokkal ezelőtt én lettem volna ők. Tudom, hogy ha túllépsz az intellektuson, és lankadatlan szenvedéllyel érzed a tényleges jelenlétét annak, amire a legjobban vágysz, akkor összeolvadsz vele, és rájössz arra az igazságra, hogy a testetöltött Isten jelenlétében az anyagi világ törvényei érvényüket vesztik. Nikolett! Mindannyiunkban megvan a vagyok, aki vagyok Isteniszik rája, amelyet, ha óvunk és táplálunk, elképesztő csodatételekre képes. 2011 májusában, miközben Mauin az óceánpartján sétáltam, egy csoportnővel találkoztam. Köztük egy anyával és a húsz éves lányával. Linda az anya felismert és beszélgetésbe elegyedtünk. Nikoletten egyből látszott, hogy valamiféle bénulást torzítja el az arcvonásait. Az arca bal fele teljesen mozdulatlan volt. Valami arra indított, hogy megérintsem az arcát, és megkérdezzem, mi történt. Ezzel egy komplett családregénybe cseppentem, amit az anya és a lánya engedélyével most megosztok, hogy érzékeltessem, mi minden lehetséges, ha az isteni összhangban álló kívánságaink beteljesítéséhez használjuk azt a bennünk rejlő erőt, amelyet vagyok jelenlétnek neveznek. Meghívtam magamhoz Lindát és a lányát, hogy beszéljek Nikolettel a beteljesült kívánságok tanításairól. Már hónapok óta minden nap ezzel a témával foglalkoztam, és erről írtam. Nagyjából egy órát beszélgettem Nikolettel, míg az anyja, a nagyanyja és Linda két barátnője a háttérbe húzódtak. Miközben beszélgettünk, a testemben azt éreztem, hogy valami elképesztő és titokzatos dolog van készülőben, nem csak bennem, hanem az egész szobában is. Búcsúzól még ragaszkodtam ahhoz, hogy Nikolett töltsön egy órát a barátnőmmel, két McKinnonnal, akik kranioszakrális terapeuta. És épp látogatóban járt nálam, hogy engem is kezeljen. Volt is egyeztetett időpontom másnapra, amit átadtam Nikoletnek. A folytatásról az alábbi két levél számol be. Az első levelet Linda írta kétnek arról, hogyan értelmezi a tapasztaltakat. Szia, két! El akartam mesélni neked, hogy Hawaii előtt Nikolet nem is hallott Day-erről. Egyetemista, rengeteg órája feladata is dolga van. Bulizni jár, szóval soha nem volt az előadásain, és nem olvasta a könyveit. Most is csak ismerkedik vele, és éppen a Szándék hatalma című könyvét olvassa. Vasárnap érkeztem Hawaii-ra a férjemmel, Gorddal és a fiával, Jason-nel. Nicolett másnap hívott Viktóriából, Brit Kolumbiából. Azt mondta, furcsa fejfájása volt előző éjjel, és most nem érzi az arca bal oldalát. Nevetéskor az arca egyik oldala nem mozdul, és emiatt aggódik a telefonján küldött is egy képet magáról, és ezt látva azt mondtam, hogy azonnal menjen az orvosi ügyeletre, mert ez akár stroke is lehet. Nem akart menni, mert egy csomó házi feladata volt. A vizsgára kellett tanulnia, és úgy érezte, nincs akkora baj, hogy az orvoshoz menéssel időt veszítsen. Én azonban erősködtem, hogy kell egy orvosi vélemény. Végül elment. Azonnal sürgősségi esetként kezelték, és egy csomó vizsgálatot csináltak. Pár órával később visszahívott, és azt mondta, hogy a beltípusú bénulás súlyos esetét diagnosztizálták nála. A kiváltó okot azonban nem tudták megmondani. Voltak ugyan feltételezések, és a betegség egyéb tüneteit nem fedezték fel. Minden esetre az orvosok nehéz esetnek ítélték meg az állapotát. Megelőző célral kapott antibiotikumokat, és egy nagy adag predmizont. Mivel az állapota nem volt életveszélyes, annyit mondtak hogy sajnos többet nem tudnak tenni érte. Az idő majd eldönti a kérdést, és hazaküldték. Nikolett kétségbe esett. Felhívott, és annyira el volt keseredve. Azt mondtuk neki, hogy ha az orvosok szerint rendben van, jöjjön hawaii vagy én megyek el hozzá, hogy vele legyek. A következő két napot azzal töltötte, hogy orvoshoz járt, hogy kiderítse, utazhat-e egyáltalán. Kedden érkezett hawaii és nyilvánvaló volt, hogy a fényképhez képest a b 0 bodott, súlyosbodott, az állapota egyértelműen rosszabbodott. A helyzet a következő napokban még tovább romlott. Kapcsolatban voltam az otthoni orvosunkkal, és neki is elküldtük Nikolett fotóját. Azt mondta a képek alapján a helyzet súlyos. Készüljünk fel arra, hogy Nikolett nem épül fel maradéktalanul, vagy akár hogy így marad. Sőt, a bénulásnak ez a típusa meglehetősen fájdalmas lehet, és mellékhatásként komoly idegrendszeri károsodások is jelentkezhetnek. Az orvos javaslatára a gyógyszertárban szemtapaszokat és szemcseppeket vettünk, hogy Nikolett szeme ne gennyesedjen, de ezentúl nem igazán tehettünk semmit. Így telt a hét, a bénulás tovább terjedt, már a nyelve bal oldalán is megszűnt az érzékelés. A bal szemöldöke lógott, nem tudta becsukni a szemét, és a bénulás az orcimpáját és az ajkait is érintette. Nehezen rágott, és közben teljes stresszben volt, szorongott, és fájdalomcsillapítókat szedett. Az univerzum azonban közbeavatkozott. Találkoztunk dr. Wayne Deyerrel a sétányon. Körülbelül egy órát tölthettünk vele a lakásán. Wayne teljesen Nikolett lelki állapotára és gyógyulására összpontosított. Nikolett arra számított, azonnal meggyógyul mert megértette, hogy megvan a hatalma ahhoz, hogy meggyógyítsa magát, csak nem tudta, hogyan kezdjen hozzá. Vén az arcára tette a kezét, és addig mondta újra és újra, míg Nikolet meg nem értette, bénulásmentes vagyok. A háttérben a barátnőim sírtak, az anyám áhítattal figyelt. Amikor kiléptünk a lakásból, Vén erősködött, hogy Nikoletnek másnap találkoznia kell egy kranioszakrális terapeutával. Mivel az idő fontos tényező volt, átadta Nikolettnek a saját időpontját, és mindent elrendezett. Nikolett úgy érkezett meg a kezelésre, hogy mély hálát érzett, és arra gondolt, hogy meg fog gyógyulni. Azt mondta, a gyógyulása egyetlen akadálya az, hogy nem tudja átadni magát annak, hogy engedd el és hagyd Istenre, mert ő a küzdj vagy menekülj üzemmódhoz szokott. Hogyan tudnék elengedett állapotba kerülni és gyógyulni, ha még azt sem tudom, hogy lazítsam el a testemet. Emlékszem, ezeket az aggodalmait veled is megosztotta, és pontosan tudtad, hogyan érti. Azt kérdezte tőle, ahogyan Vén is, hogy mi történt az életében akkoriban, amikor a betegség jelentkezett. Mire azt válaszolta: Semmi. Minden rendben volt. A közgazdasági és informatikai záróvizsgámra tanultam egy festményt kellett festenem a művészet órára, és írni róla egy eszét. A szobatársam éppen elköltözött, és izgatottan vártam, vajon felvesznek-e a Montreali McGill egyetemre. Kicsit zűrös volt az élet, de elboldogultam. Erre azt válaszoltad. Nikolett, ez nem semmi. Ez igenis nagy valami. Ebből az látszik, hogy az elméd és az elmédet betöltő stressz hatással van a testedre. Ez test-elmekapcsolódás, pontosabban szétkapcsolódás. Amikor visszatértünk Vancouverbe, Nikolettel elmentünk a családi orvosunkhoz. Ő azt mondta a lányunknak, hogy ez nagyon enyhe eset, hogy lefordítsam a kifejezését, kiegészítve azzal, amit korábban telefonon mondott, ez azt jelentette, hogy a helyzet nagyon is súlyos. Nikolett is értette ezt. Tudta, hogy a helyzet súlyos, de nem foglalkozott vele mert biztos volt a gyógyulásban. Az orvos különböző felgyógyulási arány statisztikákat mutatott, és ezek alapján az volt a véleménye, hogy a bénulásnak ebből a fajtájából legalább két év, vagy akár több a felgyógyulási idő, ha egyáltalán lehetséges a felgyógyulás. Négy héttel későbbre visszarendelt bennünket, hogy egy ideggyógyász is megvizsgálja Nikolettet. Nem tudnám megmondani, mikor kezdett látható javulás mutatkozni, mert Nikolett azonnal visszautazott Viktóriába az egyetemre, hogy bepótolja az utazás miatti hiányzását. Azzal a tudattal ment vissza, hogy jó irányba halad. Meg is lepődtem, hogy azután, amit a családi orvos mondott, és még mindig bénult volt az arca, ilyen gyorsan otthagyott bennünket, és újra belevetette magát az egyetemi életbe. Mindegy, mit gondoltam vagy mondtam, Egyfolytában csak ezt válaszolta: Anya, nem érted? Nem hallottad, mit mondott Vén? Meggyógyultam, és bénulásmentes vagyok. Nem hallottad, amikor én is ezt mondom? Melyik részét nem érted? Meggyógyultam, csak te és a többiek még nem látjátok. Négy héttel később bénulásmentes volt. Nem az Linda. Talán furcsának vagy abszurdnak tűnnek a szavak, amelyeket Nikolett annak ellenére mondott hogy a fizikai bizonyítékok egyértelműen ellene szóltak. Meggyógyultam és bénulásmentes vagyok. Biztosíthatlak, hogy értelmet nyernek, ha a beteljesült kívánságokat végigolvasod. A második levélben Nicolette mondta két megkinen, kranioszakrális terapeutának, ő hogyan emlékszik vissza a történetre. Szia, két! Köszönöm, hogy szóltál anyának dr. Wayne ma esti rádió műsoráról. Meghallgattuk, és hálás vagyok neked, hogy hallhattuk ezeket a csodás dolgokat. Csodálatos élmény, és eddig is az volt. Nem tudok eléggé köszönetet mondani mindazért, amit tettél. Amikor a belféle bénulás diagnózisát megkaptam a tavasz első napján, a bal alsó ajkamat nem tudtam olyan jól mozgatni, mint a jobbot. Négy nap múlva ez már az egész bal arcomra átterjedt. A bal szememet sem tudtam becsukni, éjszakára egy tapasszal kellett leragasztanom. Hiába akartam azt gondolni, hogy javulok. Azt láttam, hogy az állapotom minden egyes napon tovább romlik. Végül már egyáltalán nem tudtam kontrollálni a balarcomat. Azt mondták, lehet, hogy nem gyógyulok meg, vagy ha mégis, az évekig tart. Nyomorultul éreztem magam. Összeomlottam és szenvedtem. A hazautazás előtti napon találkoztam dr. Dyerrel. Nem tudtam, ki ő és mivel foglalkozik. Amikor megtudtam, mi bajom, az arcomra tette a kezét, és azt mondta, megvan az erőm ahhoz, hogy meggyógyítsam magam. Ezt előtte még soha nem hallottam. Nem kell más tennem, csak arra gondolni, hogyan érezném magam mentesen. Eszembe jutott egy nevetős fényképem, amit a barátnőm készített. Akkor még nem volt bénulás. Dr. Dyer elmagyarázta, hogy a fizikai dolgok annak a kifejeződései, ami az elmében és a képzeletben van azzal kapcsolatban, mi akarok lenni fizikailag? A teremtés és a gyógyulás ott kezdődik. Arra gondoltam, ha megváltoztatnám a gondolkodásomat, és úgy gondolnék magamra, hogy tudom, hogy bénulásmentes vagyok, akkor a fizikai részem visszatükrözni az új gondolkodásmódomat. Dr. Dyer azt is mondta, hogy komolyan azt javasolja, hogy találkozzak veled egy kezelésre, és megadta a számodat. Fel is hívtalak és hála dr. Dyer nagy lelkűségének és kedvességének másnap találkoztunk. A dr. Dyerrel való találkozás után nehéz volt bénulásmentesként tekinteni magamra, mert annyi dologból nyilvánvaló volt az állapotom. Nem tudtam rendesen rágni, nem éreztem az ízeket, és nem tudtam anélkül kimondani bizonyos szavakat, hogy ne éreztem volna kínosan magam. A bal szemem napközben folyton kiszáradt, este pedig szemcsöppentés után le kellett ragasztanom. Rengeteg dolog kavargott a fejemben. Egy héten belül két záróvizsga várt rám, amelyeknek eredményei az átlagom 60%-át tették ki. Jó átlagra volt szükségem, hogy ben az egyetemi programban, és még arra is legyen esélyem, hogy bejussak a McGill Egyetemre. Ráadásul három héten belül új lakást is kellett találnom. Rengeteg dolgon kellett gondolkodnom, miközben a bénulás miatt mindent kényelmetlennek éreztem, amit csinálnom kellett éppen. Ez fenntartotta a stresszt, és még mindig a belféle bénulásra összpontosítottam. Nem akartam, hogy negatívan befolyásolja az életemet, de mégis ezt tette. Másnap találkoztam veled. Kérdezted, mi történt az életemben, amikor a bénulás jelentkezett. Semmi, minden rendben van, feleltem. És tényleg úgy éreztem, hogy jól boldogulok a tanulással, Jól álltam a közgazdaság, az informatika és a művészeti feladataimmal. A szobatársam kiköltözött, és én is erre készültem. Aggódva vártam, hogy felvesznek a Meggyill Egyetemre. Tudtam, hogy ez soknak tűnik, de nem éreztem stressznek. Sőt, néha még az is eszembe jutott, hogy nem stresszelek eléggé. Erre azt válaszoltad, Nikolett, ez nem semmi, ez igenis nagy valami. Ebből az látszik, hogy az elméd és az elmédet betöltő stressz hatással van a testedre. Ez test elmekapcsolódás, pontosabban szétkapcsolódás. Lefeküdtem, és megkezdődött a gyógyulás. Azzal kezdted, hogy kezeiddel megnyomtad a bokámat. Aztán olyanokat kérdeztél anyától, honnan származunk és hasonlókat. Ettől kényelmesebben éreztem magam, mert amit közben csináltál, arról sose hallottam, és elképzelni sem tudtam, hogy ilyesmiben részt vegyek. Fogalmam sem volt, mit gondoljak a helyzetről. Így hát azon merengtem, hogyan lehetne a kezelés a legjobban a hasznomra. Arra gondoltam, amit dr. Dyer mondott előző nap, és amit Anita Morgiani halálközeli élményről szóló cikkében olvastam. Egyfolytában azt mondtam magamnak, hogy bénulásmentes vagyok, és arra a régi nevetős fényképre gondoltam. Azt kérdezted, szeretem-e az óceánt, és én igennel válaszoltam. Azt mondtad, hallgassam, ahogyan a hullámok a parti homoknak csapódnak. Emlékszem a hullámok megnyugtató hangjára, miközben a fehér mennyezetet néztem. Olyan volt, mintha nem érezném a testemet, és ahogy a kezeid a lábamat érintették. Amikor a kezeid a melkason bal oldalához értek, azt kérdezted, nem fáj -e a gyomrom? Azt válaszoltam, hogy evés után mindig gyomorfájásom van, de azt gondoltam, hogy ez a bénulásra szedett gyógyszerek miatt van. Bár egy hete már nem szedem őket, a gyomorfájás maradt. Innentől a melkasomra és a gyomromra összpontosítottál. Néztem a mennyezetet. A melkasom alatt bal oldalon nyomást éreztem, de nem tudtam kell -e mondanom valamit. Mire azt mondtad, ha bárhol nyomást érzel, szólj. Hirtelen még nagyobb nyomást éreztem azon a helyen, így szóltam. Bámultam a mennyezetet, és azt láttam, hogy megváltozott a színe. Azt kérdezted, milyen formájú és színű a fájdalom. Azt válaszoltam, hogy ovális és sárga. Azt kérdezted, van-e neve ennek az oválisnak? Semmi nem jutott eszembe. Akkor nevezzük sárga oválisnak, mondtad. Veled van ez az ovális? Én inkább azt éreztem, hogy ellenem, Úgyhogy ezt mondtam. Az nem jó, mondtad. Emlékszem, gondolatban egyetértettem. Majd azt mondtad, beszéljem meg ezzel a sárga oválissal, hogy működjünk együtt. Megtettem. Pár másodperc múlva eltűnt, mintha szétrobbant volna, és a millió darabkája körülöttem lebegve egyévált volna a testemmel. A teljes ellazultság állapotában voltam. Ráébresztettél, hogy tudom irányítani a testemet hirtelen megindult a kommunikáció a testem és az elmém között. Rájöttem, hogy a testem és az elmém egyek. Emlékszem, hallottam a hullámokat, miközben azt mondogattam magamnak. Bénulásmentes vagyok. Közben már a fejemnél jártál. Éreztem a kezeidet a tarkómon. Úgy tűnt, már jó ideje ott tartod őket. Megéreztem, ahogyan a derekam érintkezik az ágyjal. Elmúlt a testemből az, ami miatt eddig kényelmetlenül éreztem magam mély lélegzetet vettem, és élénken emlékszem, milyen könnyedén áramlott befelé a levegő. Ettől a könnyed áramlástól azt éreztem, hogy összeköttetésben vagyok a testemmel. Utána a szám bal oldalára összpontosítottál, és a kezeidet egy pár percig az örlőfogaim felett tartottad. Aztán megérintetted az arcom bal oldalát. Megkönnyebbültem, és a nevetős fényképemre gondoltam. Megnyitottam magam az érzésnek, hogy te leszel az, aki elindítja a gyógyulási folyamatot. Azt kérdezted, melyik lenne az a szó, amelyik segítene gyógyulni, és milyen a színe. Az jutott eszembe, hogy a szó érezni, a színe pedig világoskék, és ezt ki is mondtam. Azt mondtad, érezzem a kezedet az arcomon, és képzeljem azt, hogy az arcom egy szivacs, ami felszívja az energiát. Elképzeltem ezt a világoskék szivacsot, és éreztem a kezedet az arcomon. Az elmémben láttam a szivacsot, és azt mondtam magamnak, bénulásmentes vagyok. A szivacsot elképzelve teljesen ellazultam. Éreztem a kezedet, és hallgattam az óceán hullámait. Egy voltam a testemmel, éreztem, hogy tudom irányítani, és azt is, ahogy nevetek, bénulásmentesen. Úgy tűnt, legalább öt percig tartottad a kezedet az arcomon. Bár lehet, hogy tévedek, mert a kezelés alatt az időérzékelésem eléggé kizökkent. Ekkor elvetted a kezeidet, én pedig kinyitottam a szemem. Lenéztél rám, és azt kérdezted, hogy érzem magam. Nem emlékszem, mit válaszoltam, de teljesen ellazultam, és tökéletesen tudatában voltam annak, mi történik a testemben és körülötte. Emlékszem, mondtad, hogy a bal oldalon csikorgatom a fogaimat, és kérdezted, mi történt a homlokommal. Bevertem az autóm tetejébe, még mielőtt Hawaii-ra érkeztem volna. Azt is mondtad, hogy bárhogyan relaxáltam is eddig, próbáljak még jobban ellazulni, mert a gyógyulás attól indul el. A kezelés többi részét elhomályosították a már leírt érzések. Mire a végére értünk, már majdnem azt hittem, hogy képes leszek bénulásmentesen nevetni. És amikor nem sikerült, egy kicsit el is keseredtem. Aztán pár perc múlva gyógyító gondolatok váltották fel az elkeseredést. Miközben felvettem a cipőmet, Furcsa fizikai érzést észleltem a testemben. Valami határozottan megváltozott. Békesség töltött el. Tudtam, hogy vége a szenvedéseimnek. Már nem éreztem kényelmetlenül magam. Izgatott voltam, tele energiával. Tudtam, hogy gyógyulok. Tudtam. A következő hetekben arra gondoltam, hogy azt mondtad, a gyógyulás az ellazultság állapotában történik. Nem törődtem azzal, hogy az érzékeim arról próbálnak meggyőzni, hogy továbbra is súlyos bénulásom van. Például, amikor rögtön a kezelés után anyámmal beszélgetve, nem tudtam rendesen kiejteni néhány szót. A világos kék szivacsra gondoltam, és éreztem a kezeidet az arcomon. Ha a szivacsra gondoltam, mindig visszatért a tökéletes ellazultság, a szenvedés és a kényelmetlenség pedig azonnal eltűnt. A hullámok hangja elnyomta, amit az érzéseim közvetítettek, és csak a nevetős fényképemet láttam. Mauiról hazaindulva mindent elnyomott bennem a gyógyulás képe és érzése. mentes vagyok, mentes vagyok, mentes vagyok. Nikolett A Nikolettel való találkozásom után tíz héttel előadásom volt Calgaryben, Kanadában. Linda felhívott, hogy elmondja, a lánya maradéktalanul felgyógyult a bénulásból, és ez az élmény teljesen megváltoztatta az élet céljait. Felhívtam Nikolettet, aki izgatottan mesélte, milyen csodálatos, hogy húsz éves korában megértette a vagyok jelenlét nagyszerűségét, és szeretné ezt a méreható felfedezést megosztani mindenkivel, akivel csak találkozik. Az anyjával együtt meghívtam őket Kálgariba, hogy az ottani több ezer fős hallgatóságnak mesélje el a tapasztalatait. Nikolett pillanatok alatt elvarázsolta a közönséget, és valóságos, háromdimenziós bizonyítéka volt mindannak, amiről az előadáson beszéltem. Amikor vastaps közepette elhagyta a színpadot, átadott nekem egy lapot, amelyen két fénykép volt. Az egyik háváin készült. Hárman vagyunk rajta Nikolettel és Lindával. Itt Nikolett arca még bénult. A másik képen pedig nevet, bénulásmentesen. A bal vállán egy jól kivehető fénygömbbel a kép aláírás pedig beteljesült kívánságok. Szeretettel, Nikolett és Linda. Miközben tovább olvasod a könyvet, amely olyan csodálatos utazás volt a számomra, tudd, hogy nem az enyém az érdem. Az 1977-ben bemutatott Ó Istenem című film jut eszembe George burns amelyben Isten valami olyasmit mond, hogy ha csodára vágysz, teremts meg a semmiből. Erre csak a vagyok jelenlét képes. Én ebben hiszek, és szeretném, ha tudnád, hogy te is megtalálhatod magadban. Tégy így, teremtsd meg a semmiből. Szeretettel, Wayne Dyer Hallgass tovább a könyvet a Voice hangoskönyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátla hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.